fennállásának 20. évfordulóját ünnepli az OK. Nagyarányú győzelmet aratott az OA Mozdi KC. Vereséget szenvedett a Lóci DS-e. Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket! A mai nap is elhozzuk Önöknek a legjobb sporthíreket. Nézzük, mit lesznek ezek. Stúdió mai vendége Fröhlich Tamás, az Ózdi Kerékpáros Egyesület elnöke. Szia, üdvözöllek a stúdiónkban! Szia, köszöntöm a nézőket! Ugye 2018 egy mozgalmas esztendő volt számotokra, sok helyen jártatok, sok szép eredményt hoztatok. Hogyan értékeled ezt az elmúlt egy évet? Én azt gondolom, hogy nagyon szépen zártuk a 2018-as évet. Ugye 48 városban fordultunk meg, és 66 különböző megmérettetésen képviselték az Ózdi Kerékpáros Egyesület színeit a helyi bringások. Itt a 66 versenyből 9 bronzérmet, 20 ezüstérmet és szintén 20 aranyérmet sikerült a klub versenyzőinek begyűjteni, illetve saját rendezésű eseményünkből se volt kevés, 4 túrát szerveztünk, 1 versenyt, illetve hát most már a triatlon versenyben is ugye évről évre egyre nagyobb szeretet tudunk vállalni, úgyhogy nagyon mozgalmas évet zártunk, és abszolút jó eredményekkel. És ugye ez a sok érem, sok szép eredmény nem is mind Magyarországon született, azért külföldre is ellátogattok. Így van, illetve vannak tagjaink, akik most már immáron több éve külföldön élnek, Németországba, illetve Angliába. Ettől függetlenül ők továbbra is az ózi színeket, vagy mezt hordják a versenyeken, és a mi érempalettánkat gyarapítják, hogyha éppen dobogóra állnak. Megemlíteném itt Peták Leventét, aki a tavalyi évben ugye az egyik legsikeresebb, legeredményesebb versenyzőnk volt. Összesen 16 alkalommal állhatott dobogóra 2018-ba, de említhetném Lorenz Pétert, illetve Demeter Tamást is. Így van, sok szép érem, sok szép eredmény, de nem csak versenyeztek, hanem versenyeket is szerveztek. Így van, ahogy már évről évre megszokhattuk, ugye minden évben áprilisban egy egykori tagunkra, Vashegyi Péterre emlékezünk. Ez mindig április közepén, 2019-ben április 14-én lesz pontosan a Vashegyi Péter emléktúra, ami korábban egy tavaszköszöntő túra volt. Most is nyugodtan nevezhetjük tavaszköszöntőnek is, hiszen az 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 időpont, amikor meg fogjuk nyitni tulajdonképpen az ózdi kerékpáros szezont. Ez egy nyílt túra lesz a Hangonyi tóhoz, ahova mindenkit szeretettel várunk, aki egy kis kerékpározásra vágyik így a tél után. Így van, hogy egy teljesíthető táv, azért Hangony nincs olyan messze azoknak sem, akik nem rendszeresen vagy nem napi szinten bringáznak. És talán az egyik legnagyobb rendezvényetek a Borsod MTB bajnoka sorozat, aminek ugye tavaly a nyitó futamát volt itt Ózdon a Bibenvölgyben. Így van, a Borsod MTB bajnoka sorozatnak mi vagyunk a kitalálói és megálmodói, még 2014-ben tulajdonképpen. Azóta folyamatosan emelkedik a színvonal, illetve többen szerettek volna már a Borsod megyei klubok közül még csatlakozni hozzánk. Az idei évben is 5 fordulós lesz ez a sorozat. Az idén mi a második futamot fogjuk rendezni, kicsit átvariáltuk a sorrendet. Május 11-én Bükszentkereszten lesz a nyitány, és akkor majd mi június 23-án kapcsolódunk be ebbe a sorozatba. Az idei évben is azt gondolom, hogy sok versenyzőre számíthatunk. A tavalyi évben már nem csak a megye bringásai, hanem az ország különböző városaiból is, és egyre komolyabb egyesületeiből is látogattak el hozzánk versenyzők. De a június 23-ai versenyt megelőzően ugye lesz még egy rendezvényünk. Májusban rajtol a két keréken az Óbükkben elnevezésű 3 fordulós túrasorozatunk. Ennek a túrának, vagy túrasorozatnak az a célja, hogy Ózd és környéke legjobb terepeit bemutassuk azoknak, akik még nem igazán jártak erre felénk. Ez is több éve megy ez a túrasorozat. A 3 forduló úgy áll össze, hogy májusban van egy tavaszi, júliusban egy nyári, illetve októberben
egy őszi forduló, ahol különböző távokat kell teljesítenünk a túrázóknak, és a túra harmadik állomása után, ha valaki végigcsinálta mindhárom túrát, mi azt valamilyen kis ajándékkal, de megajándékozzuk és díjazzuk azt, hogy ő mindhárom túrát sikeresen teljesítette. Akkor ezek alapján mindenképp érdemes ellátogatni veletek ezekre a túrákra, hiszen nem csak élményeket és tapasztalatokat szerezhetnek, de nyeremények, illetve ajándékok is várnak az emberekre. Egy kicsit kanyarodjunk vissza a Borsod MTB bajnokára, hogy említetted, hogy 2014 óta él ez a sorozat, akkor hívtátok életre. Gondoltátok-e akkor, amikor először kipattant ez az ötlet a fejetekből, hogy ez egy országosan is szinten is jegyzett verseny lesz idővel? Igazából nem gondoltuk. Ugye hosszú-hosszú évekig rendeztünk magyar kupát, akár a ciklokrossz szakákban, akár a monti szakákban. Aztán az anyagi lehetőségeink kicsit megcsappantak, és úgy gondoltuk, hogy azért a versenyszervezést ne hagyjuk. Maradjunk benne a versenyszervezés vérkeringésébe is, de hogyha nem is olyan magas színvonalon, de kínáljunk valamilyen versenyt a környező települések bringásainak. A magyar versenynaptár az úgy alakult, a Magyar Kupa sorozat versenynaptára, hogy a legtöbb verseny a Dunántúlra került át. Sajnos ez 2018-ban is ez a tendencia maradt, illetve az idei évre is úgy néz ki, hogy a legtöbb Magyar Kupa sorozat vagy futam a Dunántúlon lesz. Gondolok itt Zalaegerszegre, illetve Nagykanizsára. Na, oda igazából már nekünk az anyagi lehetőségeink ezt nem engedik meg, hogy elutazzunk. Így ugye a Borsod megyei klubokkal összebeszélve életre hívtuk ezt a többfordulós sorozatot, és abszolút jó sikereket könyvelhetünk el, hiszen a rendezés színvonalából azért nem adtunk le, attól függetlenül, hogy egy regionális versenyről beszélünk. Ugyanolyan szolgáltatásokkal és precizitással próbáljuk megrendezni versenyeinket, mint ahogy egy magyar kupát akár. Így van, ezt lehetett látni, elégedett binkások hagyták el tavaly is a B-ben völgyet. Mit gondolsz, ez, ahogy te is mondtad, tendenciává vált, hogy eltolódtak a versenyek helyszínei? Pedig azért itt azért főleg a mi vidékünkön van hegy, vannak olyan részek, amik főleg a monti szempontjából, de az országúti szempontjából is kiemelkedőek lehetnek, vagy lehetnének. Mit gondolsz, miért tolódott el így a versenyek helyszíne? Hát én azt gondolom, hogy ugye korábban pedig itt az Észak-Magyarországi terület volt az, ami jobban benne volt a versenyrendezésben. Gondolok itt a Bükkre, a Mátrára, vagy akár a Salgó-Tarjániakra, akik rendszeres versenyszervezők voltak. Én ahogy látom, most azok a klubok kezdenek megerősödni, mind versenyzőileg, illetve anyagilag, akik most a Dunántúlon tevékenykednek. Igazából úgy gondolom, hogy ők vannak most a tűz közelébe, és jobb anyagi helyzetben vannak. Magas színvonalú versenyeket tudnak rendezni, amire több külföldi versenyző is most már ellátogat. Illetve az országúti kerékpárversenyeknél azt gondolom, hogy az úthálózat minősége, illetve most már a Balaton turisztikai vonzás ereje elég nagy mértékben oda csábítja a bringásokat. Egy-egy verseny után most már több napot töltenek el ott a versenyzők akár kikapcsolódásként, és itt az északi régióban erre most annyira nincs lehetőség, én úgy látom. Így van, és azt mind tudjuk, egy szép évfordulóhoz érkeztetek, ugye 20 éves lett a klub idén, 2019 is bizonyára mozgalmas lesz számotokra. Mivel lennél elégedett a szezon végén, illetve hogyan élted meg ezt az elmúlt időszakot, mióta elnöke vagy, illetve közel kerültél a klubhoz? Igen, a 2019-ben 20. évfordulóját, vagy alapításának 20. évfordulóját ünnepli az Ózi Kerékpáros Egyesület. Ugye 99. januárjában gyűlt össze az a 14 ember, aki tulajdonképpen életre hívta a klubot, majd februárjában megkaptuk a bírósági bejegyzést arról, hogy immáron az Ózdi Kerékpáros Egyesület hivatalos egyesületként működik tovább. Köszönhető ezt Tóth Zoltánnak, aki annak idején az ózdi fiatalokat összefogta, és egy csapatba tömörítette tulajdonképpen.
ő 2007-ig vitte a klub vezetését, majd 2007-ben én következtem az elnöki székbe, és azóta én irányítom az Ódi Kerékpáros Egyesületet. Nagyon sok hullámvölgyet és hullámhegyet lovagoltunk már meg azóta. Én azt mondom, hogy az idei évben is, hogyha olyan jól zárul, vagy fele olyan jól akár már, mint a tavalyi év, ez majd kiderül, hogy miből tudunk az idén gazdálkodni, mennyi versenyre tudunk eljutni, akkor már elégedett leszek. Természetesen szeretnénk ezt a 20. évfordulót valamilyen nívósabb rendezvénnyel megünnepelni, és szeretnénk, hogyha a jelenlegi tagok mellett a klub korábbi tagjai is részt vennének. Időpontot már úgy néz ki, hogy kinéztük, ez július 14-e a két keréken az Óbükkben túra második fordulójának időpontja lesz, és annak a cél állomásán szeretnénk majd egy akár bográcsgulyásra megvendégelni a jelenlegi és a voltagokat. Hogy áll az egyesületetek azzal a ténnyel, hogy talán nehéz bevonni a fiatalokat? Az utánpótlás ugye egy nagyon fontos kérdése itt szinte minden klubnak, itt a Ózdon és Ózbonzás körzetében. Mennyire nehéz megszólítani a ti szemszögetekből az ifjú titánokat? Igazából a Borsod MTB bajnokának és a két keréken, az Óbükkben túra sorozatunknak is, vagy bármilyen rendezvény, ahol mi megjelenünk, célja az, hogy megmutassuk magunkat, és hogyha valakinek ez felkeltette valamilyen fiatalnak az érdeklődését, akkor nyugodtan csatlakozhat hozzánk. De nem is igazából ez a jellemző tendencia, ahogy a korábbi években is az volt a jellemző, hogy ha a szülő elkötelezett emellett a sport mellett, akkor valószínűleg hozza magával a gyermekét, és ha a gyermek ott vele együtt megszereti ezt a sportot, akkor tud igazából kerékpáros válni belőle. A klubunk sajnos soha nem tudott fizetett edzőt alkalmazni, aki rendszeresen foglalkozna az utánpótlás neveléssel. Ugye nagyon nehéz helyzetben vagyunk, azért a kerékpársport nem egy teremsport, illetve nem egy kötött pályához igazítható sportág. Nekünk az utánpótlás korú versenyzőket, a srácokat ki kell vinnünk az országútra, ami egy elég veszélyes üzem, ugye egyre nagyobb a forgalom, az autósok rettenetesen türelmetlenek és figyelmetlenek a kerékpárosokkal szemben. Jó, elismerem, hogy vannak olyan kerékpárosok is, akik nem mindig a Kressznek megfelelően közlekednek, de azért mi betartjuk versenykerékpárosok a Kressz szabályait. Úgyhogy ott bizony, ha valaki az ember két szép szeméért elvállalja a srácoknak a trenírozását, ott óriási nagy felelősséget vállal azzal, hogy kiviszi őket az országútra, hiszen egy edzés után a szülő ugyanúgy visszavárja a gyermekét. Úgyhogy itt próbáljuk megtalálni a helyes megoldást, de megmondom őszintén, hogy ez még nekünk nem ment. Így van, és ha valaki talán ez a beszélgetés, vagy valamelyik programotok kapcsán kedvet kapna, hogy belépjen hozzátok, elkezdjen tekerni. Hogyan juthat hozzá egyáltalán azokhoz a sportszerekhez, amik ehhez szükségesek, illetve mi kell egyáltalán ahhoz, hogy valaki belevághasson ebbe a sportba? Hát ugye egy technikai sportágról beszélünk, ahol egy nagy áruházi kerékpár nem biztos, hogy megfelelő arra, hogy a versenyfoltat elkezdje a fiatal versenyző. Én azt javaslom, hogy Ózdon is van erre szakosodott kerékpárüzlet, ahol alapvetőleg egy 100.000 forint körüli bringával már el lehet kezdeni a versenyzést, de ha nem is Ózdról szeretne, hanem a környező települések valamelyikéről csatlakozni hozzánk, ugye a nagy sportáruházakban is lehet most már egész komoly bringákat kapni, de hogyha csatlakozni szeretne az Ódi Kerékpáros Egyesülethez, akkor én azt tudom javasolni, hogy vagy a legnagyobb közösségi portálon keressen meg minket, hiszen fent vagyunk mi is, illetve az ozdikl.hu weboldalon megvannak az elérhetőségeink. Ott vagy e-mailt ír, vagy telefonon felhív minket, és akkor nagyon szívesen segítünk abba, hogy miként tudja valaki elkezdeni ezt a sportágat, illetve csatlakozni a klubhoz.
reméljük többen kedvet kaptak hozzá, hogy veletek együtt tekerjenek több kilométeren keresztül. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat a stúdióba, és sok sikert kívánunk a programokhoz, a versenyekhez és az évforduló megünnepléséhez. Köszönjük szépen! Nagyarányú győzelmet aratott az Olmos DKC, az FKSE Algyő ellen, a férfi kézilabda NB1B keleti csoportjának 14. fordulójában. A mieink a győzelemnek köszönhetően a tabella 7. helyére léptek előre. Folytatás csütörtökön a Kecskemét otthonában. Nehéz meccsre készültek a piroskékek a Marosi István városi sportcsarnokban. A Szakály György vezette Olmos DKC nem akárhogy kezdett az FKSE Algyő ellen. A mieink magukhoz ragadták a kezdeményezést, és az első fél időben végig domináltak, ennek köszönhetően pedig 14-8-as hazai vezetéssel vonulhattak pihenőre a csapatok. A második játék részben csak fokozódott az ózdi nyomás, ez pedig a vendégeket egyre több hibára kényszerítette. A találkozó végét jelző sípszó pillanatában is több mint 10 volt közte, vagyis Valmóz DKC, Contitech FKSE Algyő, 32-19. Mondhatjuk azt, hogy ma minden összejött? Igen, azt gondolom, hogy egy ilyen mérkőzés után lehet. Gratulálok a srácoknak, nagyon szép munka volt. Mindenki hozzátette azt, amit kellett, és ez egy szép siker volt. Ilyenkor sajnálja az ember igazán a Nyíregyházán elszenvedett vereséget, valahol az a meccs is nekünk állt, de ne legyünk elégedetlenek, megyünk tovább. Így van, legyőztük a negyedik helyezettet, és most ugye feljebb is léptünk a tabellán. Milyen előérzeted van a következő meccsekre? Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ezt is a helyén kell kezelni, tehát ez egy győzelem volt. Továbbra is azt mondom, még ilyen nagy arányú győzelem esetén is, hogy itt maximum 1-2 gól van a csapatok között. Talán az Orosház az, aki egy jobb játékos kerettel, kiemelkedően jobb játékos kerettel rendelkezik a többi csapatnál, és a többiek szerintem azonos képességűek. Elkezdődik most ugye a pontgyűjtés, hát egy hazai mérkőzésen mindig jó nyerni. Megvolt a Székás, megvan a második hazai mérkőzés, épp az Algyő ellen. Én azt gondolom, hogy ha ezt a formát sikerülne csütörtökre átmenteni, akkor a Kecskemét otthonába is meglepetést tudunk okozni. Nagyon meg vagyok elégedve a fiúkkal, nagyon jól működött a védekezés, rengeteget készültünk rá, és hát ennek meg lett a gyümölcse. Azt gondolom, hogy szépen és taktikusan játszottunk, az Algyőt lereagáltuk, és nem is nagyon volt megoldásuk a védekezésünkre, a támadásnál is jól működtek a dolgok. Ugye is, amiről beszéltünk, a tudatos fiatalítás, hát itt láttuk a fiatal játékosokat, és jól szálltak be a meccsbe. Igen, ők szorgalmas, saját nevelésű játékosok. Meg lesz itt a lehetősége, mindenkinek dolgozunk. A srácok, az idősebbek elfogadták őket, és én úgy gondolom, hogy tényleg példaértékű, hogy hozzáállnak a fiatalokhoz. Ugye itt van a Kovács Lacika, mert Lacikának hívjuk, a nagyfiú már. De a legidősebb játékos is segítőkész vele szembe, tényleg egy igazi jó csapatkohézió működik, úgyhogy így a fiataloknak is örömedzésre járni, most már végre elértük ezt is. Az Algyő negyedikként érkezett Ózdra, őket szorosan követi a Kecskemét. A találkozót követően a vendégek megtartották pozíciójukat, ám valamelyest magukra húzták az üldözőket. Azt gondolom, hogy ha 14 beteggel érkeztünk is volna, Akkor sem lehetett volna ezt a teljesítményt, amit ma nyújtottunk, ezt nem is tudom egyszer hova tenni. Ilyen még ezzel a csapattal nem történt, szerintem ennek a klubnak a történetébe se, hogy ennyire szétesett volna ez a gárda, sem az én edzői pályafutásom során. Megvan a feladat, erre kell választalni. Egyet azért mondhatok, hogy az Ózdi csapatnak nagy gratuláció, mert a játék minden egyes elemébe fölülmondtak bennünket. Így van, ugye a negyedik helyen érkeztetek Ózdra. Hogyan tovább a bajnoksággal? Nyilván nem ez a vereség fogja meghatározni a végkimenetelt. Hát a bajnokság végkimenetét ugye 22 meccs határozza meg. Ez egy volt a 22-ből. Továbbra is a negyedik helyen állunk. A dobogótól távolodtunk. Az üldözőink, hogyha így fogunk játszani, ott fognak lérni a nyakunkon, és nem előre, hanem hátrafelé kell, hogyha ilyen testményű hátrafelé kell tekingetnünk. Én nagyon bízom benne, hogy ez egy kisiklás volt a részünkről, meg fogjuk keresni az okát. Közösen ez nem a játékosok, nem az X, nem az Y felelősség, ez közös felelősség. Ennek a csapatnak én vagyok a vezetőedzője. Az a lényeg, hogy nekem kell megtalálnom a kiutat is.
Az Óamosdi KC csütörtökön folytatja a bajnoki menetelést. Akkor a jelenleg 5. helyezett Kecskemét csapatától próbálnak majd pontokat rabolni. A mieink egyébként a győzelemnek köszönhetően a tabella 7. helyére léptek előre. Vereséget szenvedett a Lóci DS-e a Bitkásével szemben a női NB2 14. fordulójában. A mieink a találkozót követően a tabella 8. helyét foglalják el, míg a vendégek pont egyenlőséggel állnak a 4. helyen. Folytatás vasárnap a Hajdú Böszörmény otthonában. A vendégek már a találkozó elején magukhoz ragadták a kezdeményezést, és folyamatosan tartották a párgólos különbséget. Ennek köszönhetően 13-10-es Vitka vezetésnél vonulhattak pihenőre a csapatok. A második félidőben nem változott jelentősen a játék képe, mind a két csapat viszonylag sok hibát vétett. Végül a vendégeknek jött ki jobban a lépés, így növelni tudták a különbséget. Végeredmény Lóci DS-e, Vitka SE 23-28. Megint öngolt lőttünk, tehát ennyi zicser kihagyni, ennyi kapus elleni zicser, legalább 10-ig számoltam. Nem lehet. Ötször lett volna lehetőségünk arra, hogy kettőről egyre feljöjjünk, és mind az 5 alkalommal elrontottuk. Nem lehet ennyit hibázni. Szezonnal kapcsolatban most a 8. hely környékén van a csapat. Mit gondolsz, reális ez a pozíció számunkra? Úgy gondolom, hogy igen. Most kiderült az, hogy van 6 olyan csapat, aki előttünk van mindenféleképpen. Futógyorsaságban, dinamikában, edzés látogatottságban, mindenben. És ugye van 3 olyan csapat, amelyik hasonló képességű, mint esetleg mi, és úgy gondolom, hogy itt a bravúr fogja eldönteni azt, hogy ki lesz a 9., ugye a kieső helyen. Nekünk itt ez jó jött volna, ez a mérkőzés, közel álltunk a bravúrhoz, de sajnos magunkat vertük meg. Míg így a végére ugye említettél futógyorsaságot, edzés látogatottságot, mit gondolsz, melyik volt az a játéknak, melyik eleme volt, amelyikben a leginkább fejlődnünk kellene, egy támadás vagy a védekezéssel volt szerinted, melyik volt a jobb? Hát ez egyértelmű, hogy nekünk mibe kell fejlődni. Egyrészt abba kell fejlődni, hogy a 60. percben vagy az 59. percben is hidegfejjel be tudjuk lőni az ittszert. Ez az egyik dolog, a másik pedig a futó mennyiségnek a növelése, gyorsaság, állóképesség, dinamika növelése. Dévényi János, a Vitkás edzője egyáltalán nem volt elégedett csapata teljesítményével. Milyen rosszul játszottunk, az is csoda, hogy nyertünk, és ennek az állam megmondom őszintén, bármilyen tény, hogy elég kevesen jöttünk el a mai mérkőzésre, mert a két sérült játékosunk van, illetve egy pedig megbetegedett. Azért jó lett volna, mert most épp pont ilyenkor van az, amikor a kezdősorban valakinek elmegy, egy jó pár embernek elmegy az esze, és jó lenne forgatni a csapatot, de hát ugye egy mezőjátékos cserém volt összesen. Én nagyon nem válogatottam az eszközökbe, balról jobbra, illetve jobbról balra tehettem a belső embereket, illetve ugye miután a szélsőnk piros lapot kapott, azután ugyebár beállult, kellett jobb szélre is rakni. Mindegy, nyertünk, az a lényeg, kapuba az kiemelkedőt nyújtott a Darányi Reni. Annyit tudok hozzáfűzni, hogy hála Istennek rosszkor, vagy jókor játszottunk nagyon rosszul. Ha ez mondjuk az előző forduló Debrecenben idegenben így játszunk, akkor biztos kikapunk legalább 10 góllal. Mennyire vagy elégedett eddig a bajnokság alakulásával? 4. helyen érkeztetek, 2 pontnak köszönhetően, most körülbelül pont egyenlőség van. Mennyire vagy elégedett? Elégedett vagyok tulajdonképpen a helyezésünkkel, tehát ez a csapat tudni kell, a legidősebb játékosunk talán a kapus, aki ugye alig védett, ő aki 30, a többi játékosunk az 19 vagy 18 vagy 17 éves. Isten igazából az átlag életkorunk 19 év. A dobogon töltöttük a tabellát, most ott leszünk megint. Heves idegenbe fog eldőlni talán, meg a Máté Szalka meccs, ahol majd kiderül, hogy mehetünk ezüstért, bronzért, tehát ott én úgy gondolom az első négyben azért ott leszünk, a füzesabban kiemelkedik, tehát az egyértelmű, a bajnok, az mese nincs, olyan előnye van már, ezekért a helyekért úgy gondolom a Máté Szalkával és a Hevessel fogunk küzdeni. Az Ózdiak számára a folytatás vasárnap esedékes, akkor a Hajdú Böszörmény otthonában látogatnak majd Barta Zsolt tanítványai. Ott jobb teljesítményre lenne szükség a 2 pont megszerzéséhez. Archív utazásunk során most 1995-ben repülünk vissza. A következő percekben több sportágból elevenítünk fel emlékezetes pillanatokat.
Magabiztos győzelemmel kezdte a tavaszi szezont az Ózdi Kohás Sportklub. A téli szünetben jelentős átalakuláson és névváltáson is áteső futballcsapat parasztnyán vendégszerepelt a hétvégén. A fekete-fehérek Csák Károly révén már a 11. percben megszerezték a vezetést, majd az első játékrész hajrájában Pataki Roland duplázta meg az előnyt. Fordulás után ugyan szépíteni tudott a hazai gárda, de nem sokkal később Tönkő Róbert, majd a 80. percben Pataki Roland vette be Álkocsevics Gergő kapuját. Zorán Kuntics négy új igazolásnak is kezdőcsapatban adott lehetőséget. Végeredmény Parasztnya, Ózdi Kohász 1-4. A mieink továbbra is magabiztosan vezetik a megyei első osztályú pontvadászatot. Pénteken délután gyűlt össze az a kuratórium a polgármesteri hivatal tárgyalójában, amelynek tagjai arról döntenek, hogy kik voltak a 2018-as esztendő legjobb ózdi sportolói. A már megszokott kategóriákban különböző sportszervezetek, iskolák és magánszemélyek adhatták le jelöléseiket. A megbeszélésen a bizottság tagjainak nem kellett sorrendet felállítani, csupán az arra érdemes sportolót az egyéni szavazólapon megjelölni. A legjobb sportolók, illetve csapatok közé azok kerülhetnek be, akik a 9 tagtól legalább 5 darab szavazatot kaptak. A benyújtott jelöléseken kívül az ülésen további sportolók neve is felmerült. A döntés értelmében idén 18 sportember és 6 csapat részesül majd elismerésben. Hogy kik ők, az március 8-án este 6 órakor derül ki a díjátadó ünnepség keretében, amelyet az olvasó a Dorján Lajos termében tartanak. Pénteken várják a városlakókat a 2018-as esztendőt magába foglaló sportgálára az olvasó a Dorján Lajos termében. Szombaton délután 14:30-kor kezdi meg hazai bajnoki szereplését az Ózdi Kohás Sportklub. Ennyi fért bele mai adásunkba, ezt is, mint minden más műsorunkat visszakereshetik a www.ovtv.eu internetes oldalon. Legközelebb egy hét múlva jövünk a legfrissebb sporthírekkel. Tartsanak velünk akkor is, mára köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!